A 2021. évi költségvetés háromnegyedéves teljesüléséről szóló beszámolót követően a város idei költségvetésének módosításáról határozott Paks képviselőtestülete szerdán. A technikai jellegű döntést többek között az is indokolta, hogy az önkormányzat több 10 millió forintos támogatásból valósít meg zöldítési programot, tájékoztatott Paks polgármestere. 5. módosítást terjesztettem elő, voltak benne valóban technikai jellegű módosítások, de átvezettük a rendeleten azt a, én azt gondolom, nagyon fontos beruházásunkat, fejlesztésünket, amelyet a PIP Nonprofit Kft.-vel együttműködésben, illetve a DC Dunakom ZRT közreműködésével valósítunk meg. Az 1000 fát Paksra program sikerei után 13 000 cserje és bokor elültetését végzi Pakson a DC Dunakom ZRT. Folytatjuk ezt a munkát, ezt kellett átvezetnünk, így igaz, 55 millió forint értékben ültetünk most csak és kizárólag a közterületeken, a város közterületein cserjéket, bokrokat, tehát zöld növényzetet, folytatjuk a zöldítési programunkat. A város jövő évi költségvetési koncepciója is napirenden szerepelt, továbbá a képviselők tárgyaltak az egészségügyi alapellátások körzet határainak módosításáról is. Dr. Szabó Nemes Judit megvásárolta dr. Bátai Mária praxis jogát, így ezentúl ellátja a körzet feladatait. A napirend kapcsán további hír, hogy dr. Korsós Judit iskolaorvosként áll munkába Pakson. Iskolaorvosi körzetet hoztunk létre, amely január 1-től fog majd működni. Ez azt jelenti egyébként, hogy eddig a gyermekorvosaink látták el ezeket a teendőket a munkájuk mellett, így ez nagy leterheltség volt számukra a személyes jelenlét miatt, meg ráadásul mostanában már ugye ez az iskolaorvosi tevékenység kiegészült azzal, hogy már nem csak megvizsgálja az adott gyermeket, hanem tanácsadással, ételallergia, ilyen allergia, olyan allergia, tehát ezeket is kellett már kezelniük. Az új iskolaorvosnak köszönhetően jelentős terheket vesz le a városvezetés a többi gyermekorvos válláról, Szabó Péter szerint. A városvezetés a közösségi közlekedés fejlesztéséről is tárgyalt. Mint ismert, éveleje óta 100%-ban elektromos buszok viszik az utasokat a városban. A 10 korszerű jármű mindegyike 0 káros anyagot bocsát ki. A Paksi Deák Ferenc Egyesület szerint fontos a rendszer fejlesztése, viszont szerintük ingyenessé kellene tenni a tömegközlekedést. Amikor közel 1 milliárdot elköltünk egy évben a buszközlekedésre, tehát a tömegközlekedésre Pakson, akkor az a 5-10 millió forintos jegyár meg bérletbevétel, ami ebből keletkezik, az nem oszt vagy szoroz, és hogy igenis ingyenessé kéne tenni a buszközlekedést Pakson, mert akkor sokkal többen használnák a buszokat. Néha 5-10 millió forintról úgy nyilatkoznak a baloldalon, hogy a világot lehet vele megváltani, néha pedig úgy nyilatkoznak, hogy hát az egy semmi. Tehát 5-10 millió forint az igazából apró pénz. Én ezzel sem tudok mit kezdeni, 5-10 millió forint igenis nagyon sok pénz. Így reagált Paks polgármestere, Szabó Péter szerint a közlekedési rendszerben jegybevételekből származó összeg nem hanyagolható el. A közösségi közlekedés fejlesztésének előkészítése ikopos pályázatnak köszönhetően több mint 500 millió forintból valósul meg. Ebben nagyon sok minden beletartozik, például az utas tájékoztató rendszernek a kialakítása, bővítése, tehát vagy akár újabb elektromos autóbuszok beszerzése és töltők beszerzése, villám töltők beszerzése, már hidrogén üzemű buszokat is beszeretnénk szerezni ennek a projektnek a keretében. Ez már abszolút a jövőt jelképezi, ki szeretnénk próbálni ezt is. Paks polgármestere elmondta, a képviselőtestület határozott a kínai Liao Chenggel történő testvértelepülési szerződés megkötéséről is, a döntésekről részletes beszámolót tekinthetnek meg a Testületi Tudósítások című magazinban.